Sziasztok, én Mira vagyok, és itt van velem Zsófi ismét. Sziasztok! Az előző videómban amúgy beleírtam, hogy keresztapád előtt foglak ma megölni. Mert? Mert beleraktál, felvetted, ahogy alszok a buszon, Zsófi. Ja, hát... Na. Igazából az van, hogy megyünk most lovazni, ugye ez a lovas vlognak a... Cserélj már helyet. Ugye ez a lovas vlognak a második rész. Második része, igen. Második része. Második... Na! Második része. Mai részben szerintem futószározni fogunk, meg lehet, hogy ráülünk táncoskára, mert múltkor már lovagoltunk, vagyis hát futószáron ültünk rajta. Na gyerekek, igazából készen vagyunk, hát megjöttünk, most pakoltunk le. A karámon keresztül menjünk már oda a lovakhoz. Szia Igor! Követni jönnek. Vigyázz, Igor! Menj innen! Szia! Szia táncos! Kicsit esznek én meg tündérhez. Szia! Szia! Jaj, de szép vagy! Igen, így szeretsz, hogy a füvet feláldozod, értem? Jaj, de kis retkes vagy! Ott egy pacisek! Paci popó! Hát az hagyja, hogy jó hely van, nem? Mert ő egy szuper. Én ő egy szuper, nem? Támasztom a térdemmel, szó szerint. Mint te? Hát azért nem minden esetben vagyok lusta azért, Zsófi. Ez fájt, ezzel szíven ütött. Kinek a kezében van a villa? Szintinek. Én vagyok az operatőr. Ja, jó, lehet. Kérdez, azt mondja, hogy lusta. Mondom, kinek a kezében van a villa? Bum, Zsófi, Veránió. Kint csutakolunk. Oké. Kint fogunk csutakolni. Ja, Zsófi! Hozzad nem majd a kefeszetteket. Szettek. Mi? Szettek.
elszóltad magad. Na tizé, hogy azt mondta, hogy nem fog bakkolni. 8 perc van még. Kalemfánál nagyon látom. 8 perc van még. Igen, ezt elszóltam. Mondtam. Na, Szinti elovagol. Ezért kellett megtanulni. Vagy most a ezért kellett megtanulni 9-be. Halotti beszédet. Az a izé? Aha, ugmuk. Ú, az ilyen izé? Nem tudom, ó, magyar. Van írva, de az nem magyarul. Ó, magyar. Ja, vagy munk. Gyümölcsbűl. Azt azért nem tudom, hogy ott hülyeskedtünk, hogy talán fel lehetett olvasni. Én nem is olvasom, én kicsit nem mondom, úgy vagyok.